Az időjárás sem riasztotta vissza azt a 14 csapatot, melyek részt vettek az idei Dőri Lecsó Fesztiválon. Egyesületek, civil szervezetek, baráti társaságok mérették meg tudásukat. Mindezelőtt pedig egy szerződés is megkötetett a fesztiválnak már évek óta nevet adó Dőri család és Dombóvár város részéről. Jelen voltak az 1912-ben Dombóvárról létesült konzervgyár igazgatói elnökének a leszármazottja is. Számunkra ez egy nagy megtiszteltetés a családnak, hogy itt őrzik és ápolják az emlékét, úgyhogy ennyi, és nagyon örülünk neki, igyekszünk majd minden alkalommal eljönni és részt venni rajta. Dőr Imre vagyok, Dőri Ádámnak a fia, és a Dőri Ádám apjának a testvére volt a Dőri Hugo, aki itt volt konzervgyára tehenészete, úgyhogy nekik vagyok a leszármazottja. Nagyon szépen köszönjük, hálásan, és hát ez inkább az ősöknek elismerés, gondolom. Remélem, hogy rendes emberek voltak. Egyiket se ismerem, úgyhogy nem tudom, képen láttam őket, de remélem, hogy rendes emberek voltak. Hagyományőrző jelleggel sok éve már, hogy megrendezik a Dőri Lecsó Fesztivál Dombóváron. A pandémia ideje alatt természetesen erre sem volt lehetőség. Éveken keresztül engedély nélkül használta a városa a Dőri nevet, mint ahogy kiderült számomra. Nyilván ezt követően vettem fel a kapcsolatot a Dőri családdal, és ma lehetőségük nyílt, hogy a családot reprezentatív módon képviselő korelnökkel az élen, Dőri Imrével, Hugóval és Ferenccel aláírhattuk ezt a megállapodást. Nagyon remélem és hiszem is, hogy ez nem csak arról szól, hogy a nevet használhatjuk, hanem ezt a kapcsolatot élővé tudjuk tenni, és a Dőri család leszármazottjával szorosabbra tudjuk főzni Dombóvár életét. Mint minden fesztivál, ez is összefogással valósulhatott meg. Elsősorban a vállalkozó egyesület állt oda, akik ezt a rendezvényt most már évről évre megtartják, illetve anyagi támogatást is nyújtanak. Ezen túlmenően néhány vállalkozó is segít ebbe, és ami nagyon fontos, hogy a civil tanács és a sporttanács is aktívan közreműködik, hiszen a mozgósításban ők vesznek részt. Nyilván ilyenkor baráti társaságok jönnek össze, sajnos az időjárás nem fogadott kegyeiben minket, hiszen előzetesen 29 csapat jelezte a részvételét, ez a száma felére fogyott, de hát nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nagyon jól fogják magukat érezni, és jövőre már várják, hogy mikor lesz ez az időpont. Nyilván miután látjuk, hogy az időpont egy kicsit későre sikeredett, ezért már most eldöntünk, hogy jövőre szeptember első hétvégén fogjuk megtartani, annak reményében, hogy nem fog fújni a szél, és nem fog esni az eső, és 28 fok, az is nem 11. A főzéshez az alapanyagokat, paprikát, paradicsomot és egyebeket egy támogató cég ajánlotta fel. Bognár László képviselő úr által fémjelzett kereskedés biztosította ma az alapanyagot. Egy-egy csapat 2 kg hagymát, 2 kg paradicsomot és 6 kg paprikát kapott, hogyha jól sejtem. Nagyjából 10 kg alapanyaggal álltak neki. Ez egy 15-20 fős létszámot feltételez. Aki ennek a többszörösével indult, azok nyilván két egységcsomagot kaptak. De azt gondolom, hogy egyenlő eséllyel indultak a versenybe. Majd a sajátságos ízét a lecsónak ők állítják be, és nagyon remélem, hogy a zsűri lesz olyan szerencsés helyzetben, hogy kiválónál kiváló lecsókat tud majd megkóstolni, és külön öröm számomra, hogy a Dőri család a zsűrizésben is szerepet vállalt, két ismert dombóvári vendéglátóson túlmenően. Ebből az izgalmas eseményből a Dombóvári Polgárőr Egyesület sem maradhatott ki. Egyedi módon főzöm a sajátos lecsómat. Mi van benne? Paradicsom, paprika, hagyma. Van benne egy kis sütnivaló kolbász. A többi titok. Többek között a Dombóvári Székelykör tagjai is részt vettek a gasztronómiai eseményen. Mindig ott vannak a fesztiválon, számukra nem a helyezés a fontos, hanem az, hogy jól érezzék magukat. A szalonát apró kockára vágtuk, kicsit megpirítottuk, most van a hagyma, utána jön bele a paprika, és a vége fel a paradicsom, meg közben a füst jó minőségű, enyhén csípős kolbászka. Ennek olyan titka van, hogy ahogy sikerül, mert egyébként a székelyeknél a lecsó az inkább a zakuszka a menő, azt tudjátok, hogy nagyon sok helyen csinálják a jó zakuszkát. Ez most azért lesz székely lecsó, mert székelyek főzik, de semmi extra nincs benne. Füstölt szalonna, hagyma, füstölt kolbász, paprika, jó minőségű paprika, paradicsom, és ízesítve finoman, de mondom, attól lesz székely, hogy ilyen székely csapat. Marosvásárhely, Nagyvárad, Kézdi Vásárhely, meg a bukovinai székelyek. Hát ettől lesz székely lecsó, semmi extra nincs benne külön. A zsűri az elkészült lecsó ízét, színét és a terítést is értékelte. Az első számú szempont az íz, ugye? A színe, hogy milyen színe van a lecsónak,
és milyen az állaga. Ezeket nézzük, és természetesen a hangulat se álhanyagolandó, és mennyire vannak a sátrak feldíszítve. Azért minden egy kicsit beletesz a lecsóba, mindegy, tesznek bele minden kicsit az ízhez is, ugyanígy mi is azért figyelembe veszük, hogy milyen hangulatba csinálja. Az ízállag és a színt fogjuk vizsgálni, és mindegyikre adunk egy bizonyos pontot, ezt összeadjuk, és aki a legtöbb pontot kapja, az lesz a győztes. Összegzésképpen pedig annyit, a lecsó az lecsó. Mindig kell bele hagyma, paprika, paradicsom, sok helyen szalonna és kolbász is ízesíti. Van, aki rizssel, tarhonyával, van, aki tojással készíti, és van, aki ezek nélkül. Ami biztos, mindig finom, elrontani nem lehet.